Na, sziasztok srácok, én Martin vagyok, és belekezdünk a magyar projekt második részébe, és most már végre elkezdünk játszani is. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fogok tudni alkotni ezekkel a játékosokkal. Remélem, hogy így az elején még azért jobban fog menni a játék, és tudunk fejlődni. Tényleg én ezt nagyon remélem. Úgyhogy igen, szerintem kezdjük el. Én ezt a sorozatot egyébként hosszúra szeretném tervezni, tehát konkrétan úgy egész évadon át tartóra, mert tulajdonképpen tényleg ez arról szól, hogy ez lesz a mi csapatunk, és együtt fejlődünk. Úgyhogy én tényleg nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire tudunk majd fejlődni. Nézzük az első meccset. Láthatjátok, hogy még nem játszottam semmit ezen az akkonton, úgyhogy ez lesz az első mérkőzésünk. Meglátjuk, srácok, meglátjuk. Full magyar csapat. Adom. Szoboszlaira leszek kíváncsi, hogy mit tud. Na, egyben 82-es ellenfelünk van. Ha nem mondom, hogy könnyű dolgunk lesz. Meglátjuk. Én azt mondom, hogy támadunk. Támadunk és támadunk. Dobos. Az a jó, hogy mindenki tud rulettet. Ez egy jó dolog. Legalább lehet cselezni is. Nikolic, Vécsei, és ott van Sallai. És mellé. Éppen, hogy de mellé. Nem baj. Ez egy jó kezdés volt. Na hát köszönöm szépen az elismerést. Nagyon kedves tőled. Most pedig az ő támadását kéne valahogyan megakadályozni. Nagy Ádám ma mondjuk esetleg. Na, szép Nagy Ádám. Oké, Hollander. Ott a passz, ami hát nem a legjobb passz volt. Na most pedig baj van, mert Norwooddal itt megindul a gyerek. Jó, szép. Szép, Orbán megszerzi a labdát. Szoboszlai. Szoboszlainak jó a csele, flip-flap. Egyébként ez egy jó csel. Én azért megkedveltem így ebben a pár napban. Sallai. Ha most ezt beadjuk, más nem tudunk nagyon tenni, de hát igen, nem úgy sikerült, ahogy terveztem. Igen. Akkor odaadjuk hátra. Vissza, Kádár, Sallai. Oké. Hát most egy kicsit belaggoltam. Aztán nem nagyon reagált időben a passzra, ami baj, mert most megindulhat az ellenfél. Aha. Igen. Gyorsabbak a játékosai, mint nekünk. És ez baj. Norwood góljával vezet az ellenfelünk 1-0-ra, aminek nem örülök. Eddig konkrétan közel nem volt a meccshez a gyereknek, és most pedig egy kontrából, amit ráadásul nem is az én hibám volt, megszerzi a vezetést. Dobos, Nikolic, ellőjük innen, Nikolic, és megfogja Baumann. Hát kár érte. Muszáj rúgni egy gólt, muszáj. Valahogyan meg kell találni a lehetőséget a gólszerzésre. 1 dollár vezet az ellenfelünk az első fél időben. Vissza kell hozni. Nem játszunk most rosszul. Az ellenfelünk pedig, hát nem tudom. Eléggé egy lákos góllal szerezte meg a vezetést. Barát, Botond, Vécsei, Szoboszlai, Hollander, ketten jönnek rám, Szoboszlai, nem oda akartam, de még így is jó, Sallai, szép lett volna, és semmi. Úgy látszik, hogy szabályosan beém jött a gyerek, vissza Szoboszlainak, ott van Hollander, és aztán pedig úgy veszi át, hogy közben belefordul a védőbe. Az igen. Miért kéz a Norwood egyébként? Tehát, hogy itt... De... Jó. Nyomtam a váltást. Most ez komoly? Most ez komoly? Really? Jó. Gulácsi. Jó van akkor. Miljovic. Az Miljovic. Hát ez feleség lesz így.
Tehát, hogy így konkrétan nyomtam a váltást, emberváltást, nem váltott. Aztán nem is nyomtam semmit, és kapott egy 11-est. Most akkor, most miért? Tehát, masuaku. Ez is annyira irritáló, ez a masuaku. Istenem. Első meccsünk, és egyből egy ilyen ellenfél, 82-es ellenfél. Szép volt Orbán, nagy mentés. Szoboszlai, Dobos, Hollander, Nikolic, és ott indul a Szoboszlai. Szoboszlai! És kivédi Bauman? Hogy? Na hagyjuk már, hogy ezt kivédi. Jól van. Jól van. Na kinek adjuk? Oda beadjuk közé. Gulácsi. És majdnem gólt lőtt Gulácsi. Hát ez mekkora lett volna, hogyha a legvégén egy Gulácsi góllal tudunk szépíteni. Az igen, turám. Hát gyönyörű. Be se lehet dobni, mert egyből rám jön. Most ezen mi a vicces, te gyerek? Hát, öcsém, mennyivel 7-tel nagyobb a csapatod? 7, jó, a 9, 9 OVR-re nagyobb a csapatod, és konkrétan semmi köze nem volt a meccshez, de azért nevet rajtam. Hát az ilyenek, te, úristen. Hát ezért a meccsen nem jár fejlesztés. Sőt, igazából még inkább downgrade is járna érte, mert nem tudom. Mi játszottunk jobban, és mégis 2-0-ra kikaptunk. De az ilyen, na végre egy normális ellenfél, aki hozzánk illik. De az ilyen irritáló embereket, akik szereznek 2 makkos gólt, aztán még a legvégén kinevetnek, amikor közük nem volt a meccshez. Ha már ne is haragudj, de az ilyenektől már... Na mindegy, hagyjuk, meg kell nyerni. Úgy játszunk, mint előbb, akkor ezt meg kell nyerni. Gyengébb ellenfél ellen. Szoboszlai csel. Hát... Szoboszlai... és mellé. Jó van. Nem haragszom Szoboszlaira, mert konkrétan a mostani játékban mindenki mellé lőni onnan, még egy Messi is. Tehát annyira rossz a gameplay jelenleg. Valamit nagyon elrontottak. Hollander, gól. Végre megszereztük az első gólunkat. Hollander góljával. Hát ezt jól megmondtam. Nagy Ádám, oké, szép, Nagy Ádi. Hollander. Ott van a Nikolic is, viszont nem tudom, a gyerek az... Hát jó, 2-0. Nem tudom, a gyerek az hogy védekezik, mert nem úgy tűnik, mint aki nagyon akarna védekezni. Ő tudja, 2-0. Ez nekünk csak jó, mert plusz fejlesztés. Eddig ez már 2 darab plusz fejlesztés. Plusz, hogyha megnyerjük, akkor az még egy lesz majd. Hát nem oda akartam, de Szoboszlai még visszaszerzi. Szoboszlai. Vécsei. És gól, szép, Vécsei. 3-0 a 30. percben. Hát figyelj, 10 percenként rúgunk egy gólt, az már jó. És szép labdaszerzés, Sallai. Indítja Nikolicsot. Ott van középen Hollander, az pedig szép labda. Hollander. Mellé. Mellé. Erről beszélek, hát nagyon fos a lövés ebbe a játékba most, mert konkrétan 1 centiméterről is képesek kihagyni. És nem csak ezek a 60-as magyar játékosok, hanem a 85-ös játékosok is, illetve a... Na most ez miért is a rövidre ment? Na mindegy. Szóval a finesse, tehát a csavart lövés, az konkrétan még a Legacy teambe is a 120-as játékosokkal lehetetlen, tehát lehetetlen finesszével gólt lőni. Borzalmas a gameplay, tehát nem tudom. Jó lenne, ha minél előbb kijavítanak, bár nem nagyon úgy tűnik, mintha ki akarnák javítani. Na mindegy, hát hogyha ez így fog maradni, akkor elég sok játékost fog veszíteni a játék. Ez egy szép, nagyon szép passz Szoboszlainak. Szoboszlai pedig becsavarja végre. Szoboszlai is gólt szerez. Hát ez... Jól van, Szoboszlai gólöröme ez volt, gyönyörű. 4-0. 4 fejlesztés, plusz a win, 5 fejlesztés eddig jelenleg. Jelen állás szerint. De nem tudom. Dobos, oké, hát szerintem ez 6-0 lesz. Úgy is van, Nikolic.
Nikolić hány gólt rúgott már? 2 vagy 3? Szerintem csak 2. Szoboszlai is lőtt 2-t. Illetve Vécsei lőtt 1-et. Hát akkor lehet, hogy 3-at lőtt Nikolić. Nem tudom. Vagy nem, Hollander is lőtt azt hiszem 1-et, szóval 2-t lőtt Nikolić is. Nem tudom, srácok, ezt most így elfelejtettem azóta. Viszont ez egy szép indítás. Nikolić, jön a visszapassz, Szoboszlai, ezt még vinni kellett volna, igen. Igen, a longshotok azok általában mindig vagy mellé mennek, vagy kapus kivédi, vagy nem tudom. Na kinek adjuk? Orbánnak? Megpróbáljuk Orbánnal befejelni. Vili Orbán, így, mellé. Mellé fejelte Orbán. Jó, 6-0 srácok, ami azt jelenti, hogy 7 darab fejlesztésünk van. 12 kapura lövésből 6 talált kaput, és abból mind a 6 gól is lett. Ellenfelünknek pedig 0 kapura lövési kísérlete volt. Alright. Oké. Nagyon jó. Nyertünk meg minden. Szóval akkor 7 darab fejlesztésünk van, amit szerintem arra fogunk elnyomni, hogy egy darab fejlesztést adok az Orbánnak, hogy legyen egy kis chemistrie Gulácsival. Ez egy darab fejlesztés, szóval van még 6 darab fejlesztésünk. Ezzel elit lett Orbán. Így is van, egy óriási strongling alakult ki Gulácsi meg Orbán között. Ezáltal van 18 chemistrink, király. Azt a 6 fejlesztést pedig szerintem arra fogjuk elnyomni, hogy vagy Szoboszlait fejlesztük, vagy pedig a szilvereket goldra. De szerintem először a szilvereket fogjuk goldra fejleszteni, azok közül is először Hollandert. Így 4 70-es OVR plusz 3, és akkor van még 3 darab fejlesztésünk. Az pedig 2-t kap azok a barátbotond. Oké. És 1-et kap. Hát igazából tök mindegy, legyen dobos. Aha, ez így egyszerre 2, az nem jó nekünk, így. Jó. Na srácok, megvan az első chemistry linkünk. Ezzel a második elit játékosunk is. Úgyhogy haladunk srácok, nem mondom, hogy gyorsan, de haladunk. Skill boostokat is majd fogom fejleszteni, de szerintem azok is a Training XP-t érnek konkrétan, tehát most nem, hogy például nem egy OVR-t fejlesztek doboson, hanem mondjuk egy skill boostot fejlesztek. Az egy és ugyanaz lesz. Úgyhogy ja, hogyha mondjuk ki vagyunk a Training XP-ből, vagy hát igen, akkor például itt van a skill boost megoldásnak. Na köszönöm szépen a figyelmet, srácok. Ez lett volna a második rész. Remélem, hogy tetszett, és hamarosan folytatjuk a sorozatot, addig is lájkoljatok, iratkozzatok fel, és majd jövünk. Sziasztok!